miért nem elégettél meg azzal, hogy hoznak egy nagyon drága ja, kávét, te el tudod mondani, hogy ez 13 ezres kávé, ez fullos és kész. Együgy... Az elején ezt csináltam. Ja, az a legdrágábbat, van. aztán rájöttem, hogy ez, ez nem túl sokat ér. Nem jó? Most jó? már jó lesz. Kéne. Hogy ez nem az igazi, és utána elmentem Magyarországon pörgölőkhöz és ö, dumáltam, nem mindenki fogadott ö, kedvesen, volt, aki elküldött, nem mond semmit róla, stb. Aztán utána egy-két régi motoros meg leült velem, beszélgettünk, elmondta ennek az árnyód stb. Mondtam, hogy van egy vendéglátó helyem, ott szeretnék pörkölni, aztán megvettem egy használt amerikai kávépörkölőt, amit kitoltam mindig a kávézó elé. Ha többen voltak, akkor pötyögtem ott a téren a közben, és tök jó volt, élvezték az emberek, hogy megy a kávépörköl is. és hát egyre jobban kezdtem szakmailag is beleásni ebbe a sztoriba magamat, tök jó, én elkezdtem ezt élvezni, hogy milyen jó, és ráéreztem ennek az ízére, hogy ez egy, ez egy tök jó önmagába is koncepció. És aztán csináltam egy saját keveréket a kávézónak, szakmailag fejlesztettem magamat, nyilván most már utólag látom, hogy milyen óriási szakmai úton keresztül vezetett a mostani állapotig a sztori, és Cut and Coffee néven csináltunk egy házi blendet, meg egy pár fajta kávét, aztán utána kimentem Rimini-be a kávé a világbajnokságra, és egyik este ott feküdtem beaperolozva, ez egy ismerősöm, egy pesti kávézót csinál, és gondolkodtam rajta, hogy ez nem jó, hogy Katen Kofi néven megy ez a story és nálunk ez a nem vagyok fekete bárány a családba, de, de úgy gondoltam, hogy ha én sötétebbre is pörkölök, a specialty, kávé, min, specialty minősített kávépörkölők között Magyarországon, én lehetek egy fekete bárány, mert én azt vallom, hogy a sötét pörkölés az nem rossz. Csak ugye, aki ezzel elkezdett foglalkozni, az mindenki azt, vagy a legtöbben azt mondták, hogy nem, mert csak, csak világos pörkölés is ez létezik. Én meg azt mondom, hogy alapjáraton a vendégüllátásból indulok ki, és nem adok a nagymamámnak egy ultravilágos gyümölcsös savas kávét, hanem legyen egy számára is megfelelő, és ezért inkább ilyen átmeneti kávékeverékeket, meg kávékat kezdtem el pörkölni, és ezért lett Fekete Bárány a neve, amit Rimini-be Egyik ki. este ott feküdtem az ágyba, és ezen agyaltam, hogy mit lehetne, és akkor ú, Fekete Bárány, akkor legyen Black Sheep, mert nagyra vágyók vagyunk, és hát, hogyha egyszer majd még nemzetközi fronton is tudunk bizonyítani. És hát így jött az, hogy átalakítottam a kávémárkát, Először lett egy ilyen, ilyen rackajúos helyi erőt megmutató márka, vagy egy logónk, amiben egy rackajú fej volt. nem ja, emlékszem még én is. Igen, és aztán utána később ezt akartam fiatalosítani, hogy ne ilyen konzervatív kinézete legyen a logónak, és akkor a, a, egy nagyon neves tervezővel átterveztettem az egész brendet, és akkor lett ez a bárányos sztori, így közösen úgy agyalva összeraktuk, és a, a, azóta Black Sheep, ez már, uh -huh. mióta a Black Sheep márka létezik, ez nagyjából ilyen 6 éve szerintem köbbe. Akkor te elkezdted ezeket a pörköléseket, elkezdted autodidakta módon tanulni? Nem, én hívtam a legelején magamhoz mestert. mestert. Mester. Magyarországon, Magyarországon, már Országon. ekkor voltak pörkölőmesterek. Igen. Mesterek. Igen. Hm. És akkor őt gondolom megfizetett, hogy tanítson? Hát az első pörkölőmesterem ő nagyon a, a szívem csücske. Ő, ő, ő gyakorlatilag úgy jött el hozzám, mint egy igazi szívember. Aha. hogy megkértem, hogy tudná -e nekem segíteni, és akkor én úgy voltam, hogy majd eljön, és akkor majd én kifizetem neki, meg üzemanyag, mert nem tudom micsoda. Tehát nagyon kevés ilyen ember van. Ő egy klasszikus arca kávézás frontján, ő a Szongot János, és ő jött el elsőnek Debrecenbe belőni a pörkölőt, és akkor ott megmutogatott pár alap dolgot, meg felírosgattunk hőfokokat. Nyilván ez mivel, hogy egy élő alapanyagról beszélünk, ami szárad, meg kicsi, meg nagy, meg feldolgozás, meg minden, ezért ez nagyon-nagyon nehéz így első blikre, hogy megmondom, hogy pedig én 200 fokon öncsbe aztán ennyi fokon vet ki. Tehát akkor még én nem azt a típusú kávépörkölést sajátítottam el, amit most csinálok, mert most már egy laptoppal hőprofilokat nézek, és azt, az alapján minden egyes kávénak megvan a profilja, és külön rakjuk össze a blendekbe is. Mi nem, egy, nem blendeket csinálunk, mint amit a nagy cégek, hogy egybe beleborítunk több fajta kávét a pörkölőbe, és jó sötétre összepörkölöm, hanem minden egyes alkotó részt külön pörkölünk le, és aztán utána összekeverjük, mint hogyha mondjuk csinálnék négy fajta almából almapálinkát, és utólag bizonyos arányokba te az íz alapján összeblendelnéd magadnak úgy, ahogy az neked tetszik. Aha. Tehát így jött az, hogy először magyarországi pörkölőmesterektől szívtam át a tudást, tanítottak önzetlenül a legtöbben, aki nem, az hozzám se szólt nyilván, mert hogy a szaktudást átadják, amit értek is egyébként így utólag. Hogy miért féltették ezt, és aztán utána a kávéházának a tulajdonosával, a Tócsanyival vettünk részt egy, egy kávépörkölő tanfolyamon. Ő is egy specialty pörkölő, hasonló gondolkodású ember, mint én, és megbeszéltük, hogy elhívunk Magyarországra egy ilyen mestert. Aki, aki nagyon magas szinten űzte a kávépörkölést, és akkor ott egy ilyen nemzetközi Sky oktatáson vettünk részt. Uh -huh. Aztán most a legutolsó ilyen mérföldkövem az most volt egy-másfél egy éve, amikor egy svéd mestert elhívtam Magyarországra. Hát azért arra gyűjteni kellett rendesen a pénzt. Hogy egy egy személyes háromnapos tréninget ö, csináljon nekem, vagy tartson nekem. Ő, ő több világklasszisnak volt a kócsa, már a pörkölő kócsa, és olyan ö, apró, pici nyanszti dolgokat beszéltünk át, és dolgokra világított rá, ami amit magadtól nagyon-nagyon nehéz kikísérletezni. Tehát van az, amikor így szemre nézegeted a kávét, és akkor érzékszervileg lecsekkolgatod, utána van egy úgy, úgynevezett cupping, egy olyan kóstolási metódus, amivel le tudod ellenőrizni, hogy az alapanyag volt rossz, a pörkülés rossz, mit rontottál, stb. Tehát kóstolás alapján nagyon nehéz magadat továbbfejleszteni uh -huh. profira és aztán ez a, ez a fickó ő gyakorlatilag a nagybetűs kávépörkölésre rávezetett, amikor már olyan finom hangolt a állításokat is megtanultam, ami, amit előtte magamtól nem, nem tudtam kikísérletezni, vagy egy tanfolyam keretein belül nem, nem, nem is nem gondol, még sokszor azt gondolom, hogy a tanfolyamnak a, 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 az előadója sem tud uh -huh. ilyen dolgokat. Ez nagyon sok tapasztalat, meg nagyon-nagyon sok év, amikor ilyen apró, finom finomhangolt dolgokat át tudsz adni másnak, hogy ez miért van. Uh -huh. És akkor itt teljes egészébe, átlátod az egész kávépörkölést, hogy mi miért történik, meg miért lesz ilyen íz, miért lesz olyan íz, és gyakorlatilag a hibákból Tudsz összerakni egy tökéletes ízű, profilú kávét.